Már hetekkel korábban elkezdték a készülődést a gyerekek, az óvónők és a szülők is, hiszen felkerült a dekoráció. Dolgoztak a jelmezeken, és az óvisok az ünnepekhez kapcsolódó mondókákat, dalokat tanultak. A mulatság kezdetén pedig minden csoport felvonult, és bemutatták egymásnak, hogy ki kinek a bőrébe bújt. Ti minek öltöztetek most falsankor? Én Erzsának. És te? Én a Scooby-Doo-ba a Diánának. És te ki vagy? Én Elsa. Neked mi tetszik ebben a jelmezben? Ez nagyon vagány. Az, hogy szájna van meg. Anna vett nekem kesztyűt meg ilyen marckot. És a te jelmezedet ezt kitalálta ki? Én saját magam. És honnan van a jelmezed? Kitől kaptad ezt a mellényt? A mamámtól. Mint minden évben, most is voltak kisállatok, mesefigurák, tipikus lányos és fiús jelmezek. Tűzoltó, az Angry Birds, meg ilyen vitézek, lovagok, Zorro, újra divatos a gyerekek körében, főleg a fiúk körében, bár van kislányunk is, aki Zorronak öltözött, neki ez volt a kívánsága. A kislányok pedig a hercegnő, királynő, hableány és társai. De természetesen nem hiányozhattak a Batmanek, a pókemberek, a vasemberek, a lányoknál pedig a most népszerű jégvarázs meséből az Elsa volt a legkapósabb. Neked most miért tetszik a farsang? Azért, mert lehet táncolni, meg ünnepelni. És neked mi tetszik benne? Nekem az, hogy jelmezben lehet öltözni, meg hogy táncolni lehet. Hiszen az egész délelőtt mulatsággal telt. Szólt a zene, a gyerekek pedig kedvencük bőrében önfeledten táncoltak.